Az örökösföldi műfüves pályán edzenek a Szpari II fiataljai. A tréningeket január eleje óta Kemény Kristóf irányítja, aki tagja a felnőtt csapat szakmai stábjának is. Mint elmondta, a 6 hetes felkészülés alatt elvégezték azt a munkát, amit eltervezett. Egyelőre minden szép és jó, ugye azt szokták mondani, hogy amíg nincsenek meccsek, addig minden könnyebb. Nekünk felkészülési meccseink voltak, ráadásul papíron nevesebb ellenfelekkel szemben, ugye NB3-as riválisokkal találkoztunk. Voltak nagyon biztató jelek is, eleinte féltünk, hogy így hirtelen egy új stábbal, egy új öltözővel elmenni Debrecenbe, vagy elmenni Miskolcra a Diósgyőr második csapata ellen játszani, az veszélyes tud lenni. Szerencsére ezekből a meccsekből kifejezetten jól jöttünk ki. Játszottunk még az Eger ellen itthon és a Sényő csapatával, úgyhogy ez bizakodásra ad okot. Egy NB1-es vagy NB2-es együttes második csapatánál mindig kérdés, hogy kikre számíthat az edző a tréningeken vagy a mérkőzéseken. A héten most már kialakult a keretünk is, voltak távozók, volt olyan 2004-es fiú Nagy Gergő személyében és Nagy Dominik személyében, akit kölcsön adtunk NB3-ba. Gergő Tiszaújvárosba került, Dominik pedig Sényőn folytatja, azt gondoljuk, hogy ezzel segítjük az ő fejlődésüket. Voltak távozók is, Tangel László Máté Szalkára ment, és Batta Gergő a Deacban folytatja, úgyhogy szűkös a keret, de szerintem kialakult egy olyan gerinc, amelyikkel el tudom végezni azt a munkát, amit terveztem. A megyei első osztály tabelláján 6 csapat picit ellépett a többiektől. A sűrű élmezőnyt 6. helyen záró Szpari II a tavaszi nyitófordulóban az 5. Nyírbélteket fogadja. Mindent tudunk az ellenfelünkről, amennyire körbe lehet járni egy riválist, körbejártuk, tudjuk, hogy ők erősödtek a télen, új játékosok érkeztek, motiváltak, úgyhogy nem lesz egyszerű dolgunk, viszont mi szeretnénk berúgni az ajtót, hát bizonyítani, a Szpari tök mindegy, hogy megyei első osztályban szerepel, vagy az U19-ben szerepel, mindig győzelemre kell, hogy játszon, úgyhogy mi is így vagyunk ezzel, szeretnénk jól indulni, és aztán meccsről meccsre haladni, és megnézni, hogy hova tudunk eljutni. A Szpari II Nyírbéltek mérkőzés szombaton 14 órakor kezdődik az örökösföldi pályán. A forduló további párosítása következő: Nyírmegyes Balkány, Máté Szalka Káló Semjén, Csenger Kemecse, Tarpa Nyírbátor, Újfehértó Várhárosnamény és Mándok Ibrány.